Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőit. Itt az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan megismerhették az alakuló székesfehérvári Balett Színház működését, ténykedését, hiszen a Malom utcai táncházban már megszokott látványnak számít a Balett Rudnál gyakorló lelkes csapatnak a képe, jelensége, és hát a tervekről is, egyáltalában a fokozatosságról, a különböző fejlődési szintekről fogunk itt ma beszélgetni stúdiónk vendégével, a társulat vezetőjével, Egerházi Attila koreográfussal. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket. Hát szinte hihetetlen, de néhány hónappal ezelőtt ültünk talán ugyanebben a stúdióban az egyik táncművészetekkel, balettmesterrel, és akkor még ugye lelkesen meséltük a terveket, illetve azt, hogy készültök egy nagy előadásra, ami mondhatjuk, hogy siker volt, hiszen nagyon lelkesen fogadta a blablabát a fehérvári közönség. Ez mit jelent? Hogyan tovább? Hát ez nagyon nagy öröm számunkra, művészek számára, mert ez egy igazi visszacsatolás. A közönség a legjobb fokmérőnk a művészetnek, ugye hát ezért dolgozunk, ezért készülnek a művek, és ezért készülnek a táncosok, hogy élményt szerezzünk a közönségnek. Úgy érzem, hogy sikerült élményt szerezni, és a közönség is élményben részesített minket, mert valóban angolul úgy mondják standing ovation volt, felállva ünnepelték a társulatot és az előadásunkat. Ez nagyon megtisztelő volt, és nagyon örömteli. Úgyhogy ez újabb energiákat ad, és mozgósít bennünk, hogy belevessük magunkat a munkába, a társulatépítés, a repertoárépítés munkájába. Kortárs Balett Színház, ez ugye többször elhangzott, illetve az egyedi hangvétel, a markáns arculat. Ezt hogyan tudnád megfogalmazni, hogy ez mit akar? Mi a rátok jellemző stílusirány? Hát nem biztos, hogy én vagyok az autentikus ember, aki én elhelyezem majd magunkat a palettán, egyébként nagyon színes táncművészeti palettán. A kortárs táncnak nagyon sok arca van. Nagyon sokan, vagy vannak, akik vindikálják maguknak a jogot, hogy kisajátítják, ez a kortárs, vagy az a kortárs, vagy amaz a kortárs. De ezt gondolom nem csak a táncművészetben van ez így, hanem igen, ez a skatujázás. Én nem szeretném magamat és magunkat skatujázni, egyetlen egy ilyen skatujába se szeretném betenni, amit csinálunk. Kortárs, mert ma élünk, és ma alkotunk, és ma képezzük le a világot, a körülöttünk lévő világot. Semmiképpen nem restauráció. Tehát ha azt mondom, most szembeállítom a kortárssal a klasszikus balettet, ami egy nagyon fontos dolog, hogy hát a múzeumoknak vannak különböző részlege is, van a kortárstárlat, van az ókori tárlat, vagy a régi tárlat, ezeket mind ápolni kell. Mert hogyha nem ápoljuk a múltunkat, és ez a balettban is így van, és akkor nem értjük a jelent, és nem lehet egészséges jövő. Tehát a balett, a klasszikus balett az egy múzeum, az egy restaurálása valaminek, nagyon magas színvonalon, és egy nagyon fontos dolog. Mi nem ide tartozunk, mi nem restaurátorok vagyunk, én magam sem, mint alkotó, és a táncosok sem, hanem mindig próbálunk új utakat keresni, de nem elfelejtve a múltat, hanem arra ráépítve, vagy azt ismerve újat építeni. Tehát azt mondanám, hogy, és ezért szoktam nagyon profánul megfogalmazni, hogy a technika, amin megjelenünk, ugye a művek megjelennek, amit én koreografálok, az a klasszikus balett technikája, és különböző kortárs technikák, de ez még mindig csak az alap, mert nem ez a lényeg a színház csinálás. A lényeg az, hogy kortárs balett színházat hozunk létre, és azon belül is, hogy próbáljunk meg új utakat keresni a színház csinálásba, a balett színház, a kortárs balett színház útján. Ugye többször elhangzott most az a szó, hogy balett színház. Ez mit akar? Azt gondolom, hogy a színházon van a hangsúly, és a balett megmagyarázza, hogy mivel és hogyan, miként igyekszünk színházat csúnyán kifejezve csinálni, vagy alkotni, vagy létrehozni. A balett az a mi esetünkben semmiképpen nem műfaji meghatározás, ezt szeretném leszögezni. Elég széles spektrumon mozog az a színház csinálás, vagy színház alkotás, amiben én jó magam is gondolkozom, vagy azok a koreográfusok, akikkel én majd a jövőben, vagy eddig is már dolgoztam együtt, vagy a jövőben szeretnék együtt dolgozni. Tehát nem műfajról beszélünk. A balett
Tehát azért használjuk, és azért balettszínház, mert jelezni szeretnénk ezzel is, hogy értéket, már meglévő értékre épülünk rá, nem elfelejtjük ezt az értéket, hanem van egy nagyon kemény alap. Ez nem csak a technikában jelentkezik, hanem nagyon sok minden másban. Tehát a klasszikus értékeket tovább építve és tovább gondolva eljutni valahova. Tehát a balett az egy üzenet, a balett megnevezés, mert lehetne egyébként táncszínház is, vagy lehetne mozgásszínház, és ez mindig az lenne. De hát választani kell egy nevet, mert olyan nincs, hogy Székesfehérvár balett, kortárs, tánc, mozgás, nem tudom én milyen színház. A másik az, hogy tulajdonképpen, hogy könnyen elhelyezhetőek legyünk az egy nagyon gazdag magyar tánc életén és palettán. Nagyon sok társulat létezik úgy, hogy balett, egy város neve és a balett, vagy táncszínház. Olyan, hogy balettszínház jelenleg, tehát ez unikális Magyarországon, jelenleg nem tudok arról, hogy működne balettszínház. Ugye Amerikában az American, ABT, American Ballet Theater, ott ők se csak klasszikus balettet játszanak, ők játszanak kortárs baletteket is. Tulajdonképpen ez összefoglalva ezért ez a nem. Amikor a bemutató előtt beszélgettünk, akkor ugye azt többször hangoztattad, hogy ez egy tánc történeti esemény. Igen. Az ember, amikor létrehoz valamit, és egy alkotást is, az is egy kis történelem. Mert valami megszületik, ami még nem volt. Ha egy gyerek megszületik, az is egy történelem. Történelmi pillanat. Na most az, hogy egy intézményt alapít egy város, az egy nagyon-nagyon fontos döntés, és egy nagyon a jelennek szól, és a jövőnek szól. Azt gondolom, ez a döntés, ez nagyon jól elő volt készítve. Hosszú idők óta tervezzük, tárgyalunk a városvezetéssel. Azt gondolom, hogy ez egy olyan nagy formátumú gondolkodás, kimondhatom ezt így, ami példaértékű, és én abba bizony példaértékű lesz más városok számára is, akár Magyarországon, vagy Magyarországnál nagyobb országokban is, mert nem nagyon jellemző manapság sajnálatos módon, hogy városok, akik egyébként megengedhetnék maguknak, kulturális intézményeket csak úgy alapítanak. Itt ez minden... volt példa erre az elmúlt időszakban. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, mert szoktuk meg, szeretjük mondani, hogy kultúrájában él a nemzet, meg nyelvében a nemzet, de ezekről könnyű beszélni, és nehezebb megcsinálni. Bár ha belegondolunk, nem is annyira nehéz, eltökéltség és szándék kérdése. Ahogy ez ügyben polgármester úr gondolkozik, és az ő munkatársai gondolkoznak, a számomra nagyon nagy formátumú gondolkodás. Akkor is, függetlenül, ha nem én ülnék ebbe a székbe, akkor is így gondolom. Mert ez tőlem független. Ez mindenféleképpen egy értékteremtés, és mindenképpen sokkal többet jelent, mint amit pénzbe le lehet mérni. Tehát kultúrát ápolni és kultúrát teremteni egy városban, vagy egy közösségben, szerintem az egyik legfontosabb feladata az embernek, mert ez tesz emberré minket, a kultúránk. Tehát sok mindent meg lehet pénzen venni, ezek mind materiális dolgok. Szeretetet nem lehet pénzen megvenni, emberi kapcsolatokat, valós emberi kapcsolatokat nem lehet pénzben megvenni. Egy vers, hogy mit jelent egy embernek, vagy egy színdarab, vagy egy táncmű, vagy egy zene, azt nem lehet pénzben kifejezni. Lehet persze különböző szempontok szerint értékelni, és pénzben is kifejezni, valójában nem. Tehát a kultúra egy olyan dolog, ami emberré tesz minket, ami kifejezi az emberi mi voltunkat. És ha valaki és bárki egy közösségbe létrehoz egy kulturális értéket, az csak egy pozitív dolog lehet, úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy egy ilyen történelmi pillanatban, vagy egy ilyen történelmi eseményben én a részese lehetek, tevőleges alkotó részese lehetek, ez egy olyan megtiszteltetés, ami hát azt gondolom egy ember életébe, vagy egy művész életébe csak egyszer adatik, vagy egyszer sem.
Úgyhogy én mindenféleképpen szerencsésnek érzem magam, és hát jövőben is ezen fogok dolgozni, hogy ez az érték, ez felnőjön, és valóban sok embernek értékül szolgáljon. Ugye arról beszélgettünk szintén a legutóbbi Paletta magazinban is, hogy ugye ez az alakuló társulat jelenleg 6 fővel dolgozik, hogyha jól emlékszem, igen. De szeretnétek gyarapodni, és hát nyilván vannak célkitűzéseid is neked, mint a társulat vezetőjének, hogy hova fog fejlődni a társulat. Ez egy több lépcsős, ez egy hosszú éveken keresztül való építkezés. Tehát szoktam volt mondani, hogy egy balettársulatot nem lehet kedről szerdára felépíteni. Ez egy folyamat. A társulatnak magának is össze kell szoknia. A nézőkkel össze kell szoknunk. Tehát valami új forma nyelvet készülünk hozni a városba, amivel nem feltétlenül találkoztak a nézők. Ez türelmi időre van szükség. Hogy mennyire, azt nem tudom megmondani, de 1-2 évre biztos. Egy társulat valahol odalőtném be, hogy 5 és 10 év az, amíg adott esetben ez fogalommá válhat, vagy az emberek nem azt mondom, hogy megszokják, hanem magukénak érzik. Ez egy nagyon komoly és szisztematikus munkát igényel. Én azt gondolom, hogy egy olyan társulat szeretnénk lenni, aki cselekményes darabokat is képes színpadra vinni, illetve nevezzük táncverseknek, egyfelvonásos baletteknek. Az egyfelvonásos balettekhez adott esetben, bár attól függ, miről van szó, egy kevesebb létszámú társulat is elegendő lehetne. De azt gondolom, hogy ha az ember cselekményes darabokat szeretne színpadra állítani, kortárs táncnyelven, adott esetben nem szeretem ezt a kifejezést, mert annál több, mint egy történetmesélés, hiszen mindig a mögöttes dolgokról beszélünk, de azt mondjuk, hogy különböző karakterekkel egy történetet szeretnénk megrajzolni tánccal, ahhoz bizony létszámra van szükség. Tehát azt gondolom, hogy valahol, ahol én érzem, 16 fős társulattal már lehet cselekményes darabokat magas színvonalon előadni, illetve bizonyos cselekményes balettekhez még ki kell majd egészíteni, és itt jönnek szóba majd az ösztöndíjasok, akik már most jelentkeznek a társulathoz, illetve együttműködés adott esetben művészeti iskolákkal. 13 fővel fogunk tudni elindulni, nagy valószínűséggel az első évbe, és utána a második évtől már én szeretnék 16 fővel dolgozni, hogy olyan baletteket is, nem szeretném elmondani, hogy mik vannak a palettán, legyen ez meglepetés, de olyan baletteket is be tudjunk mutatni, cselekményes baletteket, ahol a karakterek megkívánják, hogy egy nagyobb létszámú együttesen. Ugye a közönsége való kapcsolatról már érintőlegesen te is tettél említést. Hát az fontos, hogy mikor találkozhattok a közönséggel, mikor lesz majd május folyamán bemutatkozó lehetőségetek. Igen. Tulajdonképpen ezzel a jelenlegi létszámmal azért limitált, hogy milyen típusú darabokat tudunk előadni, ami nem a színvonalra értendő, hanem természetesen még cselekményes baletteket nem tudunk előadni, viszont nagyon komoly, már máshol sikereket elért produkciókat tudunk hozni a városban, mint például a Bolero, vagy a Blablabla, ami itt készült, az egy abszolút új bemutatónk. És május 12-én egy kortárs művészeti fesztiválon, a városnak a kortárs művészeti fesztiváljára kaptunk egy megtisztelő meghívást. Ez egy beavató színház lesz, szabadtéri beavató előadás, ami egy izgalmas dolog lesz, mert egy interaktív kapcsolatba kerülünk a közönséggel, meg invitáljuk őket táncolni is többek között. És a következő bemutatónk, tehát egy új programunk május végén 29-én a Művészetek házában lesz Furcsaságok címmel. És ez egy új bemutató lesz? Ez egy új bemutató, itt szintén egyfelvonásos balettek lesznek a műsoron, 5 rövid egyfelvonásos balettel készülünk, de igazából 4 új balettel, mert a Blablabla, átemeljük a Blablablát a Vörösmarty Színházi bemutatónkból. Egyébként tárgyalni fogok hamarosan a színházigazgatójával, Szikora igazgatóúrral, annak érdekében, hogy júniusban a nagy sikerű estünket meg tudjuk ismételni még egyszer a Vörösmarty Színházba, valamikor június közepén.
Tehát szeretnénk. Aki esetleg nem fér be az első előadásra. Aki esetleg nem fér be, vagy lemaradt róla, vagy nem tudott róla, vagy most néz minket, és most szembesül azzal, hogy itt lámlán van a város, vagy balettársulat, és nem undergroundba működünk, akkor őket is nagyon nagy szeretettel várjuk az új bemutatónkra a Művészetek Házában május 29-én. Ez azt is jelenti szerintem, hogyha egy kicsit így belegondolok abba, hogy akkor nálatok most folyamatosan kvázi megfeszített a tempó. Hogyan néz ki egy napja a társulatnak? Mennyit próbáltok? Vagy egyáltalán mennyit kell próbálni a balett esetében? Igen, tulajdonképpen nálunk állandóan megfeszített tempó van. Mióta egy táncos először beteszi a lábát egy balettterembe úgy, hogy ő eldönti, hogy táncos akar lenni, ez általában 3 éves korba szokott megtörténni, jó, akkor még nem olyan megfeszítettem, de nagyon hamar megfeszítettem. Ezt szoktuk mondani, ezt nem a szél fújja oda. Ez egy nagyon kemény munka. Tehát az, hogy valaki a testét rábírja arra, hogy engedelmeskedjék neki, és kvázi azt tudjon vele csinálni, amit szeretne, azért meg kell dolgozni, és azt mindig karba kell tartani. Ez nem úgy van, hogy egyszer megvan, aztán majd eltesszük, és akkor majd elővesszük, amikor előadásunk van, vagy egy képet megfestünk, és akkor lefújjuk lakkal, és utána itt van, kérem szépen, a Rembrandt. De ez úgy néz ki egy előadó művész esetében, és különösképpen, hogyha táncos az illető, hogy reggel 10 órakor vagy 9:30-kor odáll a balettrút mellé, egy másfél órás balettgyakorlattal vagy adott esetben kortárs tréninggel kezd, ami önmagába véve, hát mint egy sportolónak egy edzés, és akkor még nem történt semmi, csak karban tartotta magát, a technikáját, az izomzatát, és felkészítette, hogy ne sérüljön, és hogy a technika sem menjen el. És akkor utána folytatódik a nap egy próbával, ami a repertoáron lévő daraboknak a folyamatos karbantartása, mert azt ki lehet aludni, tehát az elfelejti a test, azt folyamatosan karban kell tartani, és amikor új bemutatóra készülünk, ami ugye 2-szer vagy 3-szor van egy évben, de az egy hosszabb, több hónapos folyamat, akkor pedig a repertoár próba után, délután, vagy még délelőtt próbáljuk az új bemutatót az adott koreográfussal. Tehát gyakorlatilag reggel mondjuk az 9:30-től este 6-7 óráig balettteremben van, közte ebédszünet, és ez minden nap, szombaton délelőtt is dolgozunk, tehát nekünk a szombat is munkanap. De aki táncos, beleízlele, megérzi az ízét. Nem is akar ettől nagyon szabadulni, nem is tud. Tehát én már sokszor inkább azt tapasztalom, hogy mikor már szeretem, mert látom, hogy nagyon fáradtak, meg az izomzatok is fáradtak, és akkor nem megyünk be gyakorolni ott, amikor például ünnepnapok vannak, és akkor van 3-4 napos ünnepnap, és akkor már vakaróznak a táncosok, hogy tehát most akkor nem az utolsó nap, nem tudjuk elintézni, hogy bemenjünk. Tehát ez a jobbik eset nyilván, mert mennyire a testük és a lelkük mind fizikálisan, mind mentálisan kívánja azt, hogy dolgozzanak. Ez mondjuk azt is feltételezi, hogy mondjuk Székesfehérvárivá is lett a társulat, ide költöztetek? Igen, hát most már több mint 1,5 éve itt lakunk, már fehérváriaknak is érezzük magunkat. Nagyon, nagyon szép a város, nagyon tetszik a város, nagyon élhető a város, és nem csak a balettis termet ismerjük, most már azért voltak szabadnapjaink, meg a környéket is, nagyon szeretik a táncosok. Igen, ez máshogy nem is elképzelhető, tehát mi azt nem tudjuk megtenni, hogy máshonnan utazzunk. Hát ahogy most hallottam a menetrendet, az azért nem ez annyira nem férne bele. Egyrészt nem is kivitelezhető, másrészt meg így nyugodt légkörbe tudunk alkotni tulajdonképpen, mert ez a cél, hogy egy alkotó műhely szülessék, ahol táncosok, alkotók együtt dolgozva létrehozzanak egy intézményes keretek között valami csodát, amit úgy hívunk, hogy táncszínház vagy balettszínház, és amivel időről időre, előadásról előadásra, bemutatóról bemutatóra megajándékozok a közönséget, és az ő szeretetük, amit most is visszakaptunk, nekünk a legnagyobb ajándék. Hogyha az alkotó műhely szót említetted, akkor az talán azt is feltételezi, hogy utánpótlásról is fogtok majd gondoskodni, tehát kvázi tényleg egy nagy műhely készül itt megszületni Fehérváron? Hát igen, előbb vagy utóbb ez be kell, hogy következzék, azt gondolom ez most már törvényszerű, kínálja magát, inkább előbb, mint utóbb. Alkotó műhely több oknál fogva is fontosnak tartom, hogy szülessék, mert egyrészt most hazai berkekbe maradva, a Székesfehérvári Balettszínháznak fontos, hogy legyen egy
utánpótlás nevelője. Bár vannak az országban más és nagyon jó intézmények, akik táncosokat képeznek a világba is, ugye folyik nagyon sok helyen táncos képzés, magas színvonalon, de azt gondolom, hogy nagy büszkeség lenne az, hogyha itt lenne nekünk egy ilyen alkotóműhelyünk, akivel adott esetben együtt tudunk működni bizonyos darabok esetén, tehát nekik ifjú növendékeknek ez egy szakmai gyakorlat lenne, ami azt gondolom nagyon sokat segítene a fejlődésükbe, nekünk pedig segítene abba, hogy lennének táncosok, akiket tudunk majd integrálni az együttesbe, mert majd azon a nyelven fognak beszélni. Tehát ez biztos, hogy nagyon jól működik, ha csak a Székesfehérvári Balett, és elsődlegesen természetesen ezt az érdeket nézem. De mindemellett szintén nagy büszkeség az, hogy ide csábít fiatalokat, Magyarországról és külföldről, akik majd itt szeretnének tanulni. Ezek mind viszik, ezek a fiatalok, és ez maga ez az intézmény, csak úgy, mint a Balettszínház a városnak a jó hírét. És aztán még nagyobb büszkeség, hogyha ezek a fiatalok nem csak hozzánk, hanem máshova elszerződnek, más társulatokhoz, akár hazai, akár külföldi társulatokhoz. Ezek mind viszik a városnak a jó hírét. Tehát biztos, hogy egy ilyenre szükség van, és biztos, hogy ez előbb-utóbb terítéken lesz, és szeretném, hogyha ez irányba is elindulnánk. Táncos képzés, vagy mondjuk a koreográfiával is foglalkozhatnak majd ott az érdeklődők, lévén, hogy te koreográfus vagy. Igen. Hát ez egy olyan dolog, hogy elsősorban nyilván táncos képzés, mert a sorrend az, a koreográfus is már gyakorló táncos, jó esetben, vannak persze nagyon kevés kivételek, de jó esetben gyakorlókor táncművészekből születik. Koreográfiát, alkímia, próbálkoznak vele sokan, nem lehet tanítani. Tanulni lehet, de tanítani nem. Mintákat, modelleket lehet tanítani, mesterfogásokat lehet, de ez még mind nem a lényege. Tehát ez egy olyan dolog, koreográfusnak bizony születni kell. Az egy olyan alkotói véna, ahol kell, hogy legyen, ami egy kapcsolat az égiekkel, az vagy van, vagy nincs. Ha van, lehet inspirálni, és itt jön a lényeg, azt nem az iskolába fogja megtanulni, hanem, és ezért kell egy nagyon jó műhely, ami remélem majd lesz a Székesfehérvári Balettszínház, ahol olyan koreográfusokkal dolgozhatnak együtt a táncművészek, akik inspirálják őket. És a munkafolyamatok inspirálóak, a balettek inspirálóak, és ezeket a tapasztalatokat leszűrve, és magukon leszűrve, egy új formába öntve, így születik a koreográfus. Tehát ahhoz egy nagyon jó együttes kell, ahol jó koreográfusok dolgoznak, kreatív szellemben, és aztán teret adnak idővel a fiataloknak. Ez kell, ez az együttesben van. Hol lép az iskolába, azt meg lehet tenni, hogy az iskola növendékei, mondjuk végzős növendékein belül motiválni őket, és azt mondani, hogy minden évben csinálni egy koreográfus showkészt, egy bemutatót, hogy a növendékek készíthetnek egy rövid etüdöt, és akkor a már gyakorló koreográfusok elmondják a véleményüket. Nem azért, mert hogy valami irányba, mert az hiba lenne, megpróbálnák őket terelni, hanem az, hogy ők nézőként és koreográfusként mit látnak, vagy adott esetben mi az, ami ők úgy vélnek, hogy abból hibázik, vagy lehetne, mitől lehetne jobb. Tehát biztos, hogy az iskolában ilyen formában lehet, hogy lehetőséget adni. Ez a legtöbb, amit tehetünk. Egy nagyon jó műhelyt létrehozni, és lehetőséget adni. És ez nem kevés. Hát én ehhez nagyon sok szerencsét kívánok nektek, szerintem minden fehérvári nevében, és hát kíváncsian várjuk a bemutatkozókat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Május 12-én tehát már a Kortárs Művészeti Fesztiválon is érdemes lesz nézni, akár táncolni is a Székesfehérvári Balettszínházzal. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!